Műtét alatt van a kis Simpsonunk. Karburátor leszerelve. Akadt ott némi kis trutyma az alján. Ez közel egy éves benzin, és ez megérdemli most a takarítást, mert ugye köszönhető a etanolnak, hiába csak 5%-os volt még ez. Egy év után azért csak van benne ilyen üledék, meg hát iszonyú büdös a szaga is. Aztán ez karburátort igényel. Ki fogom takarítani, visszamegy a motorra. Na, kiöntöttem a trutyit, így néz ki most a karburátorunknak a belseje. Ezt az zöldszínű lerakódott üledékes trutymót kell onnan kitakarítanunk. Erre van nekem egy ilyen szuper kis varázsdobozom, amiben mindenféle kütyük vannak. Mégpedig van benne egy ilyen 10 mm-es külső átmérőjű vastű darab. Ugye ez egy kis vékony. Ebben benne van egy drótkötél. Szintén egy ilyen 5 cm hosszúságú. Egyébként pisztolyfúróba fogható, vagy így kézzel is. Ezzel gyönyörűen a karburátornak a ülepítő részébe is bele tudunk nyúlni, sőt, akár tudunk olyat is vele, hogyha akár láncfűrésznél, akár valamilyen bármilyen motornál, hogyha ilyen borda közöket akarunk tisztítani, ezzel olyan pontokra is odaférünk, ahova más egyébben nem. Úgyhogy csináltam ilyet. Na akkor, takarítás után így formán néz ki ez a ülepítő. Kicsit áttakarítottam az úszót is. Kipucoltam itt a belsejét. Féktisztítóval átmostam, levegővel kifúvattam. Amit még sokan nem tudnak, vagy nem szoktak vele foglalkozni, ugye ez a felület, ami találkozik a hengerrel, ez hogyha nem sík, akkor ugye itt tud fals levegőt szívni magára a gép. Ez ugye legkönnyebben egy talómérőnek a segítségével ellenőrizhető, rátesszük így a síkjára, és akkor jó, ha mindenhol tökéletesen felfekszik. Ezt célszerű ellenőrizni, ezt ilyenkor szétszedéskor egy lapos reszelővel, ha más egyéb eszköz nem áll rendelkezésünkre, akkor ezt tudjuk orvosolni. Tehát az a lényeg, hogy ez a felület, ez sík legyen, mert máskülönben ez szinte karikára szokott hajlani, ugye meghúzzák a csavart sokan ész nélkül, aztán abból adódik az, hogy elgörbül, és akkor ott tud fals levegőt szívni, hiába raknak bele már 5 tömítést, akkor is. Na még egy apró dolog, amit sokan nem tudnak, ugye a szívató. Ez itt egy alumínium kis dugattyú, amiben a bufdem beleakad. Ennek a talpába van egy gumi, ami a karburátorba zárja el a szívatónak a útját, a fúratát, és nagyon sokan küszködnek olyan problémával, hogy hiába húzza rá a szívatót, nem reagál a motor semmit. Hát ez ugye lehet fúvókadugulás is, de túlnyomó részt szokott ez a probléma lenni, akkor, hogyha ez a kis gumi kijön ebből az alumínium házból, és letapad a karburátornak a szívató fóratának a üregébe,
És akkor ugye a dugattyút az felhúzza a szívató, de a gumi, hogy lent marad, nem tudja kinyitni az útját, és hiába rukkapálják, ugye nem indul. Ezt a gumit egyébként bármilyen ilyen keleti motoros boltba lehet kapni, azt lehet benne cserélni, egy idő után így elnyomódik a vége, ilyen érdekes formát ölt. Ezt csak ilyen kis apró érdekességnek szántam ide, hogyha esetleg valaki ilyen gondokkal küzdik, akkor ezt mindenképpen tartsa szem előtt. Annyi apró érdekesség van ebbe, vagy ezen a motoron, hogy ennek egy Warburg, kétütemű Warburgnak a tanksapkája van rárakva, teljesen kompatibilis vele, és így zárható. Szerintem ilyet még a mai napig is lehet, vagy legalábbis ehhez hasonlót, lehet, hogy csak műanyagba, de lehet kapni autósboltba. Ez olyannak jó, aki használja is a motorját, és olyan helyen áll meg vele, ahol esetleg vannak haragosai, vagy rosszakarói, mondjuk a kockacukor, vagy a kristálycukor beledobásának kivédésére. Ez csak így, megint szintén csak így megmutattam nektek. Egyébként ez egy ez egy 86-os S51E típusú gép. És ez így néz ki. Akkor itt vagyunk. Nézzük ezt a